targoncával pakolják az árukat ebben az üzemben. Az idei első fél éves adatok szerint ez a munka a legveszélyesebbek közé tartozik. A munkabalesetek száma itt az egyik legmagasabb. De a gépiparban és a feldolgozóiparban dolgozók sincsenek mindig biztonságban, ezen a két területen történt ugyanis a balesetek közel fele. A lista elején találjuk még az építőipart és a mezőgazdasági munkát is. Idén tavalyhoz képest egyébként több mint 200-al kevesebben váltak 3 napnál hosszabb időre munkaképtelenné baleset miatt, de ez a szám is még majdnem eléri a 10 000-et. A halálos munkabaleseteket illetően pedig idén rosszabbodott a helyzet. A halálos balesetek száma, én azt mondom, hogy drasztikusan 36-ról 45 esetre emelkedett, és ugye ez a sérüléses balesetek mellett, amelyekben a csonkulásos balesetek is tartoznak, az is 35 esetben következett be, ami viszont emelkedő tendenciát mutat. Tehát igaz, hogy csökkent a baleseteknek összesszáma, de a tragédiával járó súlyos esetek száma azonban növekedett. Ezeknek az eseteknek bekövetkezésének az oka, az esetek 70%-ában a nem megfelelő odafigyelés miatt következett be, tehát a dolgozók nem tartják be az alapvető előírásokat. A legtöbb baleset, közel 3500, az 50 fő dolgozó feletti munkahelyeken volt, de kiemelkedően magas a szám a 10 fő alatti munkavállalóval rendelkező cégeknél is, náluk majdnem 1000 szerencsétlenség történt. A kisvállalatok esetében súlyos problémát jelent, hogy legtöbbször nem tudnak munkavédelmi szakembert alkalmazni. De ami nagyobb gondot okoz, hogy valamennyi vállalatot figyelembe véve a munkavédelmi hatóság megállapításai szerint a dolgozók harmadát súlyos szabálytalanságok mellett foglalkoztatják. Ezen kívül jellemző az a tendencia, hogy egyre kevesebb figyelmet fordítanak a megfelelő munkavédelmi oktatásra. A munkavédelmi oktatások elmaradnak, pedig ez kiemelt szankció körébe tartozik ezeknek a megtartása. Nagyon sok esetben tapasztaltam én is, hogy a munkavédelmi oktatás csak annyira terjed ki, na itt a napló írjátok alá is, menjünk, mert dolgozni kell, tehát ettől a dolgozók nem fognak biztonságosabban dolgozni, nem ismerik meg a veszélyforrásokat. A legtöbb baleset, mintegy 1800 Budapesten történt 2017 első fél évében. A főváros Pest és Fejér megye követi a sorban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a munkabalesetek szempontjából a biztonságosabb régiók közé tartozik. 471 balesetet regisztráltak idén, amelyből egy volt halálos kimenetelű.